Sziasztok! A címben is láthatjátok, igen, fogszabályozós leszek, és ez az első nap, amikor megyek megbeszélni a dolgokat, mi hogy lesz. És most október 1-e kedd van, és tényleg ez az legelső alkalom, hogy megyek megbeszélni mindent. És remélem, hogy minden jó fog alakulni, és hogy össze fog jönni ez az egész. Holnap majd elmondok minden részletet, mert nagyon várom már, és hú, nagyon izgatott vagyok, mert ez egy nagyon nagy dolog, és remélem összejön. Amikor bementem a rendelőbe, az első az volt, hogy leültem a székbe, és már megvizsgálták a fogaim állapotát. Ezután megbeszéltük, hogy milyen legyen a színe a fogszabályzónak, és mondtam, hogy fehér, és átlátszón gondolkozok, vagy fémen, de nem tudtam eldönteni, viszont most már tudom, hogy mindenképp fehéret szeretnék, meg ilyen átlátszót, hogy annyira ne látszon. Megbeszéltük azt is, hogy egy évig lesz fent, és fél év alatt már az állapot meg lesz, ami szerintem nekem tökéletes. Szóval ennek nagyon örültem, ezután ugye éjszakai fogszabályzóm lesz egy év után. Követően levettük a mintát, ezt ugye már láttátok, és elkészült a röggen képek is. És most elértünk ahhoz a pillanathoz, hogy október 10-e van, és felrakják ma a fogszabályzóm. Hát nagyon várom, mert a következő bejelentkezéskor már fogszabályzós leszek, és... traktor. De első alkalom az október 1-én volt, és most október 10-e van, szóval 10 nap telt el, és már fent lesz a fogszabályzom. Ami nagyon gyors, és már tényleg nagyon vártam, és izgatott vagyok. És ugye szeretnék majd arról is videót csinálni, hogy hogy tel az első pár napom, vagy az első. Mert azt mondják, hogy az első nap után fáj a fogam. Hát kíváncsi vagyok tényleg az egészre, hogy fogok tudni táplálkozni az első napon, mennyire fog fájni, de erről mindenféleképpen foglak titeket tudatni, meg hogy mennyire fogok tudni beszélni, lesz-e változás, persze leszek még ilyenek. Az a vicces, hogy holnap lesz egy találkozom, szóval remélem, hogy ezek nem fognak összejönni, de bízunk a legjobbakban, szóval hú, nagyon izgulok, szóval tartsatok velem.
Szokásos média magadnál tartani a parancsot. A másik pedig fogszabályzós viasz. Ez arra való, ha valahol például itt tenni a két fogadnál, ahol ott nagyon kiáll, ki kell tenni az ajtadat, akkor ebből egy picit letépsz, és simán ide rányomkodod. Kezedbe picit megpújtod, ráteszed, és rögtön nem fog bántani. És itt addig rajta marad, amíg le nem eszed, vagy le nem mosod, és ez ehető. Jó? Na sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Ugye láttátok a videóban, hogy felkerült a fogszabályzóm, és az első napom, vagy az első pár órám az eléggé szenvedés volt, hiszen csak ilyen pípes dolgokat ehettem, és vettem egy csomó bébi kaját, amik nagyon rosszak voltak, szóval mindig éhes voltam. De és mondták, hogy másnapra fájni fog, hát nekem nem fájt, vagyis hát jobban érzem a fogamat, meg egy kicsit kellemetlen érzés, de nem fáj meg semmi ilyesmi, viszont így rágni nem nagyon tudok, meg azért érzem, hogy ott vannak a fogaim, és érzem szerintem az összeset, de semmi fájdalom nem volt, egy kicsit éreztem, meg egyszer felkeltem este, de így nem érzek nagyon nagy fájdalmat, meg egy kicsit érzékenyebbek a fogaim, és így ennyi. Szóval kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a többi napom, mert a pár napban még csak ilyen pípes ételeket ehetek, és nagyon vigyázok rájuk. És még az a tapasztalatom, hogy kicsit ilyen fura itt nekem, de így beszélni normálisan tudok, meg minden, szóval nekem nagyon tetszik, és így örülök neki még minden. Na ennyi is lett volna a videó, ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára. Szeretnék csinálni egy ilyen napos, szeretnék csinálni egy hogy telnek a napjaim, hogy telnek a heteim, és egy ilyen hónapos összefoglalót a fogszabályzóval. Szóval, köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. A következő videóban találkozunk. Sziasztok, ez Mike-nek a fogszabályzót, és tényleg, hogy ez az egész létrejöhetett. Tényleg nem tudom, hogy mikor csináltattam volna meg, hogyha ők nem keresnek meg engem, és mindenképp ott lesz a leírásban a címük, az oldaluk, és tényleg keresitek fel őket, és az Instagramon is tehetek fel nekem kérdéseket a fogszabályzóval kapcsolatban, vagy itt a kommentekben is válaszolok rá, bármilyen kérdésetek van. Az előző bejelentkezés óta pár óra eltelt, és egyre jobban fáj a fogam, és hát nem fáj, hanem ilyen, hát én jobban érzem. És hogyha én megnyomogatom, akkor azért fáj. De még mindig nem vészes, szóval gondoltam, hogy tájékoztatlak titeket. Szóval egyre jobban fáj, és nem tudok vele semmit sem enni, csak ilyen levest, meg ilyen pépes dolgokat. Szóval,